A győriek kezdik tehát az összecsapást. A labdarúgó OTP Bankliga 14. fordulójában úgy lépett pályára az Eto Pécset, hogy a kispadon hivatalosan Fórián Zsolt dirigált edzőként. Az első erőteljes próbálkozást hazai oldalon jegyezhettük fel, aztán a 13. percben Dinnyár beívelését Priskin csúsztatta a hosszú oldalon érkező Martinez elé, aki kapásból a hálóba lőtt 0-1. Nem sokkal később újra a légiós volt a főszereplő, ezúttal Wolf emelt egy labdát a hosszúra, és a védők megint megfeledkeztek róla, így 6 perc alatt duplázott. Az első félidő folytatásában több gól már nem esett, vagyis 0-2-vel fordultak a felek. Rudolf szöglete. A második játék részben is sokkal aktívabb volt az Eto. A 67. percben meg is született a harmadik zöldfehér találat. Egy középreadást Poleksics Priskin elé ejtett, aki zicserben nem hibázott, 0-3. A folytatásban még magabiztosabbak lettek a győriek, pláne úgy, hogy Poleksicsnek válfájdalmai miatt le kellett jönnie, és csere hiány Márkvárt állt a kapuba, mezőnyben pedig megfogyatkozott a Pécs. A végeredmény maradt a 0-3, az Eto ezzel 8. a bajnoki tabellán.